Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a konferencián. Nagyon fontos minden ilyen konferencia, hiszen a gyermekkor történetéről, a gyermekkultúráról nem lehet eleget beszélni. Neveléstörténészként mindig is a saját személyes érdeklődésemnek is ez a homlokterében állt ez a hatalmas nagy téma. A gyermekkultúra fogalmát én sem fogom most megvilágítani, de ahogyan Búsi Imre tanár úr mondta, erre majd sor kerül még a nap folyamán. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és mindenek előtt kiemelten a szervezőknek, a kar vezetőjének köszönöm, hogy itt Szekszárdon lehetünk, ide mi pécsiek már hazajárunk, úgyhogy itt vagyunk, látszik, egy egész kis csapattal. Azzal szeretném az előadásomat kezdeni, hogy amikor Búsi Imre tanár úr pár hete fölhívott, és erre megkért, hogy én a spanyolországi gyermekkultúráról, vagy gyermekkortörténetről beszéljek, akkor kicsit megijedtem, mert ezzel én már régen foglalkoztam. Igaz, hogy a 90-es években sok időt töltöttem ennek a nagy tématerületnek a kutatásával, de az utóbbi években nem. Úgyhogy először bajban voltam, hogy mit fogok én itt mondani, pláne amikor kiderült, hogy egy kicsit tágasabb idő áll rendelkezésemre, mint általában egy konferencián. Tegnap oda jutottam, hogy most meg azért jöttem félve önök elé, mert nem tudom, hogy hogyan fog az a sok minden beleférni az 50 percbe, amivel sikerült így már felkészülnöm, mert rájöttem, hogy tényleg nagyon sok mindenről van lehetséges a beszéd. De azzal szeretném kezdeni, hogy az egyik legkiválóbb és a gyermekkultúráról egy páratlan forrás hátrahagyó 16. századi szerzőtől vett idézettel vezessen be az előadást. Mindenki látja, Huálu és Svíves úgy fogalmazott, hogy a gyermekeink az egyedüli drágasságaink, e kincsnek megőrzésében és fenntartásában semmi fáradtságtól sem szabad visszariadni. Először arról szeretnék beszélni néhány gondolat és néhány diakép erejéig, hogy a gyermekkor történetkutatása Spanyolországban hogyan is alakult, hogy melyek a legfontosabb eredményei ebben a térségben ennek a területnek. Hogyha a főbb külföldi előzményeket nézzük, ezekkel én 92-től folyamatosan a 90-es években körülbelül 2 évet töltöttem Spanyolországban, és folyamatosan szembesültem, hogy Spanyolországban ugyanúgy, mint például Magyarországon, a 80-as, 90-es évektől kezdtek begyűrűzni a nemzetközi gyermekkortörténeti kutatásoknak az eredményei. Én itt most láthatóan nem a spanyol nyelvű címeket idéztem, de ez a 4 könyv például olyan, hogy nem csupán az angol eredetie vagy a francia eredetie, hanem a spanyol fordítás is már a 90-es évektől ott van a spanyolországi könyvtárak polcain, a kutatók kezében. Tehát ezek a szerzők voltak, ezek a művek azok, amelyek alapján a spanyolországi kutatások megindultak. Ott is már az első időktől, a 80-as, 90-es évektől abszolút megfigyelhető, hogy a Philippe Ariès féle francia gondolkodásmódot sokan kritizálták, és próbáltak attól ellendülni. Teljesen tipikus volt Spanyolországban is, és a mai napig az, hogy Lloyd deMause vagy Linda Pollocknak a kutatásai a pszichológiai, pszichohistóriai kutatások jelentik az alapot, illetve Shulamith Shaharnak a nagyon is kritikus és ugye a rendhagyó középkori forrásokra épített összefoglalásai. Az igazi spanyol eredményeket 3 diaképpen vetítettem ki abszolút a teljesség igénye nélkül, inkább azt mondanám, hogy olyan szubjektív szempontok szerint, hogy ezek azok a művek, amelyeket én behatóbban megismertem az elmúlt nagyjából 2,5 évtizedben. Ugye itt láthatóak az olyan típusú spanyol gyermekkor történeti összefoglalások, amilyen típusok mondjuk Magyarországon például Pukánszky Béla a gyermekkor története címmel írt a 2000-es évek elején, vagyis hogy egyetemes nevelés történeti szempontok és az adott országnak, ugye ebben az esetben Spanyolországnak a jellegzetességei is ezekben megtalálhatók. Különösen ez a talán kicsit furcsa rózsaszínű címlappal szereplő könyv az, ami mondjuk alfa és omegája a spanyolországi gyermekkortörténet kutatásoknak napjainkig, mert Delgado egy olyan neveléstörténész, akinek itt többen is gondolom ismerik, nemzetközi szinten is nagyon jól ismert a neve, kiváló kutató, elsődleges források feltárója. Itt újabb művek, nem is lehet még ilyen nagyított formában sem a címeket jól elolvasni, talán annyit igen, hogy ugye a spanyol és a portugál kutatások nem csak párhuzamosan futnak, hanem gyakran összefonódva is, az első Bordó címlappal jelzett kötet ezt jelzi. Teljesen tipikus, hogy különböző szerzők különböző tématerületeket próbálnak feltárni a gyermekkultúra, a gyermekkortörténet vonatkozásában, és ezeket a tématerületeket így összegzik, mint például ez a kötet is. Nagyon jellemző, hogy az újkor, illetve a legújabb kor felé fordul kiemelten figyelem, és itt meg már tényleg a gyermekkultúra még jobban tetten érhető vagy megragadható a forrásokból, tehát az újkori Spanyolország vagy a 19-20. század fordulója, ez nyilván a forrásgazdagság, a forrásbőség miatt is a kutatói érdeklődés középpontjában áll, illetve az olyan típusú témák, amelyek például Spanyolországban is nagyon is neuralgikus pontot jelentenek a gyermekség történet szempontjából, mint például a spanyolországi gyermekmunkának a története, ugye az 1700-as évektől tekinti át ezt az itt látható kötet. Itt még végül az eredményekhez így ilyen publikált változatban csatolva a legfontosabb jellemzőket. Egy újabb rózsaszín, ez most véletlen, úgy látszik csupa rózsaszín, címlapot sikerült válogatnom, ott rózsaszínnel látható az az Historia de la Educación című folyóirat, amely évente jelenik meg, mindig egy ilyen csak nem 2000 oldalas változatban a Salamankai Egyetemen szerkesztik, de minden spanyolországi egyetem és kutatóhely kutatói publikálnak benne. Ennek többször volt már olyan tematikus száma, amely a gyermekkultúra, gyermekkortörténet vonatkozásait tárta fel, nem csak spanyol, hanem nemzetközi viszonylatban, illetve egy olyan könyvet hoztam még, Valenciában van egy nagy nőtörténeti spanyolországi kutatóközpont, amely ugye az anyasságról szól jól láthatóan, tehát nagyon sokszor lehet a nőtörténettel, az anyák, anyaság történetével kapcsolatos kötetekben is természetesen a gyermekekről szóló tanulmányokat fellelni. Hogyha azt nézzük, hogy melyek azok a legfontosabb tématerületek, amelyekkel mondjuk a spanyol kollégák foglalkoznak, vagy foglalkoztak így az elmúlt nagyjából 3 évtizedben, de mondhatjuk azt, hogy a Franco rendszer bukása után folyamatosan, hiszen a 70-es évektől fellendültek a spanyol társadalomtörténeti, azon belül vagy ehhez kapcsolódóan neveléstörténeti kutatások is. Ugye nem jelent semmit az, hogy valami kék vagy fekete, csak így szerettem volna változatosabbá tenni ezt az amúgy talán kicsit unalmas látványképet, vagy látványt. Tehát látható, hogy mindenféle olyan témával foglalkoznak a spanyolok is, amely témákkal akár a magyar kutatók is közülünk is, akik most itt ülünk többen. Tehát nyilván azzal, hogy a világkép, az emberkép, a gyermekkép egy adott történelmi helyzetben milyen, hogy a gyermekjátékoknak a története, ezt ide előre tettem Búsi Imre tanár úr és más kedves kollégák kedvéért. Nagyon fontos téma ez a spanyol kutatásokban, és hát látszik, hogy sok minden egyéb még, a kisgyermekkori nevelés, gyermekgondozás, a születés, szoptatás története és egyebek, gyermekjogok változása a történelemben, fegyelmezés, bántalmazás története, és így tovább, nem szeretnék így mindent felolvasni. Azt még kiemelném, mert ezt az előadásom végén is látni fogják majd a kedves jelenlévők, hogy a művészeti alkotásokon a gyermekek ábrázolása. Ugye Dékán úr valójában földobta nekem a labdát, bár nem beszéltük ezt meg, hiszen ő nem tudhatta, hogy én az előadásomat hogyan építettem föl, de ugye Dékán úr az előbb mondta, hogy a magas kultúra, a művészeti alkotásokban kifejeződő gyermekkultúra vagy gyermekkép az csak egyféle, és a populáris is ugyanakkor létezik. Szerencsém van, hogy nem kell annyira röstelkednem, mert olyan művészeti alkotásokat is hoztam, ahol a populáris kultúrát ábrázolták spanyolországi művészek különböző időszakokban. Hogyha arról egy rövid áttekintést teszünk, hogy melyek a legfontosabb forrásai a spanyolországi gyermekkortörténet, gyermekkultúra kutatásnak, akkor megint azt mondhatjuk, hogy nincsen semmi újdonság ebben a felsorolásban, amit ide vetítek, bármelyik nyugati ország vonatkozásában hasonlóakat írhatnánk, hogy az elméleti művek, az egyházvizsgálati, ugye Spanyolországban, legalábbis az újabb időkben különösen a katolikus iratanyag, ezek nagyon sokszor hoznak gyerekekkel kapcsolatos információkat, de ahol igazán érdekessé válik a dolog, azok a magánjellegű, a magánszférához, a családi élethez, az emberek személyes emlékeihez kapcsolódó források, mint mondjuk a különböző naplók, memoárok, levelezések és egyebek. Levelezések vonatkozásában is akár olyanokra is gondolhatunk, mint például második Fülöp, egykori nagy uralkodó Spanyolországban, aki bár országot tartott a keze alatt és nagy háborúkat vezetett, de második Fülöp olyan uralkodó is volt, aki a saját gyerekeinek rendszeresen írt leveleket, ezekben a levelekben beszámolt róla, hogy éppen merre jár, hol tartanak az adott háborús események, és mindig küldött a gyerekeinek a levelei, erről is tanúskodnak, mindig küldött nekik édességet, kiszínezhető betűket vagy kis lovacskákat, mert nagyon fontosnak tartotta, hogy mint a legnagyobb, legjobb pozícióban lévő spanyol is a gyerekeire figyeljen. Tehát hihetetlenül érdekes források ezek, a magán élethez tartozó források, és hát természetesen a gazdag sajtóanyag, ennek jó részét digitalizálták, éppen mondtam reggel a kollégáimnak, hogy tegnap elvesztem az 1800-as évek spanyolországi digitalizált gyermek sajtójának az anyagában valami fantasztikus, nem egy, hanem 100 doktorit lehetne ezek alapján írni, a spanyolok irogatják is, de szerintem magyar szemmel is érdemes volna ezt átgondolni. Mielőtt még pontosabban arra térnék, hogy néhány forrást bemutassak, Pukánszky Béla és mások műveiből is természetesen, de talán Magyarországon leginkább ezt ő fejtette ki. Ismerős az a fajta gondolati sor, ami megint csak kapcsolódik ahhoz, amit bevezetőjében Horváth Béla professzor úr, illetve Búsi Imre tanár úr is mondott, hogy ugye van egyrészt a gyermek felfogás, az, hogy a gyermekek hogyan élnek, hogy róluk a szülők, a tanítóik, a felnőttek mit gondolnak, vagy mondjuk azt gondolják, hogy a gyerekeket néha meg kell verni, hogy azt gondolják, hogy kell egy kis bort itatni velük, vagy éppen azt gondolják, hogy nem kell, ugye ez a hétköznapok szintjén lévő gyermekfelfogás. A gyermekkép ugyanakkor mondjuk egy idealizált festmény formájában, vagy valami nagyon szép filozófikus szöveg formájában, ugye ez valami más. A gyermekkép az nem a valóságos, hanem az idealizált gyermekről való gondolkodást tükrözi, és ugye Pukánszky professzor leírta többek között azt, hogy a gyermekszemlélet az így ebből a két nagy egységből tevődik össze. Ezzel szorosan összefügg az a jellegzetesség is, hogy a gyermekeknek a története az nem azonos a gyermekkor történettel, mert a gyermekek története az az a múlt, amit a gyermekek bármikor a történelem során megéltek, míg a gyermekkor történet az az, amit ebből a történészek, neveléstörténészek, mi mondjuk a mai kutatók feltárni és felfogni, interpretálni képesek vagyunk. Tehát ez a kettő, ez korán sem azonos. Ezzel így rögtön jeleztem is, erre az előadásra is természetesen vonatkozik, hogy bármit fogok mondani, az csupán kis morzsákat jelent abból, amilyen a spanyolországi gyermekkultúra vagy gyermekkor történet bármikor is volt. Azért ezek a morsák elég nagy számban vannak. Én ezekből úgy szemezgettem, hogy a középkortól, a kora középkortól indítom a sort, elismerve persze, hogyha a régi Hispániára gondolunk, a római birodalom idejében, akkor ott ugye olyan nagyok éltek, születtek, mint mondjuk Seneca vagy Quintilianus, tehát lehetne már onnan kezdeni, akár az ősi időktől kezdve, de nem szeretnék most mondjuk így képletesen, vagy Spanyolország esetében valóságosan is az Altamira barlang festményeig visszamenni, lehet volna mit kereskedni ott is, hanem így indítom akkor a középkori vízigót időktől. Itt az a fajta dihotómia, amiről ma már itt tényleg többen is szóltunk, vagyis hogy van egy magas kultúra, az ugye abban az esetben a keresztény kultúra képviselőinek száma még nem túlságosan sok, bár a VI. Századtól látványosan szaporodik a hispániai területen, és ugyanakkor van az a rurális, a kereszténység által már megérintett, de azt azért még el vagy be teljes mértékben nem fogadó népesség, amely népességet ugye kordában kell tartani azokról a felülről hozott, például zsinati határozatokkal, amelyek több minden más mellett azt is előírták, hogy hogyan kell a gyermekekkel bánni. Ugye ma már bizonyos helyszínek, amelyeket itt az elején az előadásnak emlegetek, Portugáliában találhatók, a hispániai történelem szerveződés és térkép átalakulása, a népek ottani keveredése és hatalmas demográfiai változások, ez mindenki számára azt hiszem többé-kevésbé ismer. Tehát, hogy a 600-as években már a különböző zsinatokon folyamatosan és egyre határozottabban fölléptek a gyermeki élet védelme, aztán már a bragai zsinaton a magzati életvédelme, az abortusz ellen is, hogy ezeken a zsinatokon nagyon keményen hoztak arról intézkedéseket, hogy hogyan kell visszaszorítani a különböző jóslásokat, különösen is a csillagjóslást, hogy hogyan kell a mindenféle olyan a gyermekekkel éppenséggel, hogy nagyon is kapcsolatban álló babonás dolgoknak gátat szabni, mint mondjuk a szemmelverés elleni különböző praktikák és egyebek, vagy hát maga a boszorkányság. Tehát ezekről megszületnek az első határozatok. Azt azért hadd tegyem hozzá, főleg egy Galíciát jól ismerő emberként, ahol a boszorkányságnak a mai napig megvannak a szálai, tehát most a 21. században is ott boszorkányok ellen még mindenféle praktikák vannak, hogy azért a valóság meg ez, hogy lehetnek bár a legrégebbi vizigót időkből való határozatok ilyen dolgok ellen, de ugyanakkor megélhetnek azok még a 21. században is. Éppen azt figyeltem meg például az elmúlt években a La Coruña környéki falusi környezetben, hogy nagyon-nagyon féltik a mai nap is a gyerekeiket a boszorkányoktól, amikor jön egy nagyobb köd, ami ugye ott az óceáni éghajlat miatt Galíciában gyakori, ha jön egy nagyobb köd, akkor mindenféle ráolvasásokat mondanak, hogy nehogy a ködből hirtelen kibukkanó valami rémlények, például boszorkányok, a gyereket elvigyék vagy megrontsák, tehát csak ez talán a, nem tudom, fonákja annak, amit itt mondani szeretnék, és hát természetesen már ezekben az időkben a gyermekeknek a kolostori neveléséről, egyáltalán a szerzetesi rendbe való felajánlásukról és egyebekről is már elkezdenek intézkedni. A vizigót időszaknak a legkiemelkedőbb keresztény gondolkodója Izidorus püspök volt, akinek az Etimológiák című műveiből én részleteket szoktam már egyetemista koromban is olvasni magyarul, de hogy ez a mű milyen monumentális, azt latin és spanyol változatában is én legelőször egy madridi könyvtárban láttam, akkor szó szerint, mikor kikértem, csak nem tudom, így lazán Izidorus etimológiáit, és mikor elém hozták, akkor már így láttam, hogy vagy több hétig maradok, vagy fogalmam nem lesz majd róla, hogyha csak egy nap nézegettem, hogy mi is a tartalma. Amit annak idején így jegyzeteltem belőle, és ez magyar nyelven is több helyen olvasható, hogy ő például a gyermeki és a felnőtt életnek a szakaszait is ugye nagyon pontosan leírta, mármint pontosan mai fogalmaink szerint kicsit furcsa módon, de megvallom őszintén, én aki így folyamatosan az elmúlt években a gyermeki életkor szakaszolásával kapcsolatos különböző műveket az ókortól holnap utánig próbáltam mindig keresni, és ezekre külön figyeltem. Nekem személy szerint, mint éppen az 50. évébe fordult Kéri Katalinnak ez a legjobb szakaszolás, amit valaha láttam, mert itt 28 és 50 között még ifjúkor van, de ugye nem kell csüggednem, ha átlépek, mert utána meg az érett felnőttkor. Ez nekem ugye nagyon szimpatikus, ehhez hasonló jót nem láttam soha senkinél, bármely időszakban is járunk. Tehát például az a fajta gondolkodás, hogy egyáltalán ki számít gyermeknek, hogy mit jelent a gyermekkor, és annak milyen szakaszai vannak az Izidorusnál többek között, és ilyen érdekes formában abszolút megjelenik, majd még egy-két példát mutatok, de nekem szubjektív értelmezésem egyik se lesz ennyire kedvező. Nem tudtam nem kitérni, csak egyetlen dia erejéig teszem, elnézést, és ha azt mondjuk Spanyolország, hát ugye bele is érthetjük, de nem is mindenki szerint, ma is vannak a spanyol történészek között nagy ellenzői annak a 800 éves kultúrának, amit a muszlimok hagytak Spanyolországban. Ugye gyakran mondják, hogy a mórok, azt is néha, hogy arabok, valójában leginkább berberek és perzsák voltak, illetve a muszlim hitre áttért hispániai őslakosság, akik az ottani muszlim kultúrát különböző területi kiterjedésekkel valóban 800 éven át adták. Azért szeretném mindenképpen Ibn Tufailnak a nevét kiemelni, mert a 12. században írt olyan művet, amely utána végig vonul a spanyolországi századokon mindenképpen, és most már bizonyosan tudom, mert többször is kifejezetten ezért utaztam francia meg spanyol kutatóhelyekre, hogy ezt a kérdést vizsgáljam. Most már biztosan tudom, hogy a művét, ha nem is ismerte Ruszó, de az áttételeket igen, ahogyan Tufailnak a gondolatai áttevődtek, mert hogy a természetes nevelést nagyjából úgy írta le a 12. század végén, mint majd 1762-ben az Emil című munkájában Ruszó, az egészen bizonyos. Amikor először olvastam a Tufail féle művet, azt hittem, hogy tévedek, vagy biztosan nem jól értem, spanyolul olvastam, de mire végig szenvedtem spanyolul a szövegét, kiderült, hogy ez 1964 óta magyarul is hozzáférhető, de hát így jár az, aki nem elég körültekintő. Tehát az a fajta leírás, hogy az ember amikor születik, és hogyha a természetes környezetben nevelkedik, akkor csupa jó dologra számíthat, és mindent a társadalom, más emberek, a vallás ront el. Tehát ez a fajta gondolat, ez teljesen megvan szinte szó szerint ugyanolyan mondatokkal a Tufail-féle műben, mint később Ruszónál. Majd megmutatom a nagy spanyol, nem is tudom, fogaskereket idézőjelben egy 17. századi jezsuitát, akinek valószínűleg köszönhető az, hogy Ruszóhoz, ha nem is a mű, de a gondolatok eljuthattak. Ugye itt az egyik ilyen éppen legnagyobb kiteljesedését élő területfoglalás látható a térképen. Bocsánat, nagyon térképmániás vagyok, de ezen kívül csak egyet hoztam, nem szeretném ezzel terhelni az itt ülőket. Tufailról sem a 12. században készült ez az ábrázolás, ez csupán képzeletbeli Kicsit úgy van ez, mint Apáczai Csere János esetén, hogy talán ilyen lehetett, de nem biztos. Ugye nincsen hiteles portrénk erről a régi középkori szerzőről sem. Ránk maradt viszont ilyen a katalán Raimundus Lullusról, vagy Ramon Llullról, aki a 13. századnak a nagy pedagógiai óriása. A világban mindenütt beszélnek róla, de azt is megmondom őszintén, talán többen az itt ülők közül tudják is, hogy nem a pedagógiai munkái miatt elsősorban, hanem ő volt az, aki egy olyan logikai szerkezetet föltalált, amelyhez aztán majd sokkal későbbi korokban Leibniz és más nagy kutatók segítségével például a Naiman János félék is visszanyúlnak. Tehát azért létezik több helyen a világon Raimundus Lullus kutatóközpont, mert azt kutatják mai tudósok a világban, hogy hogyan alapozta meg a számítógépnek tulajdonképpen egy 13. századi előzményét Lullus, mint első és egyedülálló ebben az értelemben a világban. De most visszatérve a pedagógiai gondolatokhoz, ez az Evanszt és Blankerna, pontosabban Evanszt Aloma és Blankerna című eredetileg katalán nyelven írt munkája az, ami így a gyermekkultúrához ide kapcsolható. Ő Majorkán élt, és keresztény ember volt, de nagyon fontosnak tartotta, ugye a 13. században járunk, nagyon fontosnak tartotta, hogy például megismerje a muszlimoknak a kultúráját. Azt gondolta, hogy nem lehet semmit kezdeni velük, vagy nem lehet rájuk hatni, hogyha nem ismerjük őket, és ezért például ő annyira lázasan tanult arabul, hogy amiatt vásárolt magának egy szolgát, akit egy valami hadjáratban ejtettek el, hogy tőle tanuljon arabul. Tehát Raimundus Lullusnak ez a munkája arról szól, hogy hogyan nevel fel egy szülőpár egy gyermeket, legalábbis 7 éves koráig, mert utána, hogyan Lullus kifejtette, 7 éves kor után a gyermekeknek óriási igényük lesz, hogy hirtelen szinte a semmiből, hogy más gyerekekkel legyenek, és sokkal nagyobb jelentősége lesz ettől kezdve a kortársaknak az életükben sem, mint a szüleiknek. Ez a fajta hetes tagolás, ami Izidorusnál is látszik, ami megvolt még annak idején már a régi görögöknél és Hippokratésznél és másoknál, tehát ez visszaköszönt Raimundus Lullusnál is. Annyira a hetes bűvöletében élt ő is, hogy 7 havonta is felosztotta a csecsemő és kisgyermekkort, hogy az első 7 hónap ilyen értelemben jelentős, utána ez meg azt következik. Tehát látszik, itt nem szeretném felolvasni, de itt igazából tehát abban látott így nagy váltást, hogy amikor a 7 éves kor körül van a gyermek, akkor már szüksége van arra, hogy másokkal legyen, és szerinte ezt tehát a 13. században fogalmazta meg, iskolába kell járnia, mert hogy a szülei már nem tudják azt nyújtani neki mindenféle értelemben, ami a világ megismeréséhez, az erkölcsi kiteljesedéshez szükséges számára. Nagyon sokat írt arról, hogy milyen helyes táplálékokkal kell a gyermeket jól tartani, hogy mennyire könnyű ruházatra, milyen játékokra van szüksége, és ezt azt gondolom, hogy nem érdemtelenül emeli ki Lullusszal kapcsolatosan a szakirodalom, hogy ő a gyermeket gyermeknek tekintette. És ez a fajta gondolkodás talán éppen részben a muszlim áthallások vagy átvételek miatt is, tehát ez a 13. században jellemző. Egy egészen másféle példa erre, egy spanyol uralkodó, még az előbb már idézett második Fülöp előtt, 10. bölcs Alfonz volt. Ugye az ő időszakában az a helyzet Spanyolországban a 13. században, hogy ugye ott él egymás mellett és gyakran egymással kapcsolódva, de ugyanakkor egymással folyamatosan viaskodva a muszlim, a zsidó és a keresztény kultúra. Ugye a 10. Alfonznak a fő törekvése, hogy a keresztény kultúra például a jogrendben abszolút uralkodóvá váljon. Hát ezzel mondanom sem kell, és ezt tudják az itt ülők, hogy mérhetetlenül nem értettek egyet sem az ottani zsidók, sem az ottani muszlimok, de egy olyan fajta hatalmas kulturális keveredés volt mégis akkor a félszigeten, ami egy érdekesség folytán tulajdonképpen a ma kutatója számára is jól nyomon követhető a forrásokból, mert a 10. bölcs Alfonz és kortársai, nem egyszer a muszlim és a zsidó kortársai is azt a román nyelvet használják idézőjelben, ami a mai castellano spanyolnak az előzménye. Tehát nekem ez az a század, a 13., amikor először tudok spanyolországi forrásokat már olvasni, mert az akkori castellano nagyon-nagyon közel áll a mostani castellanohoz, meg pláne egy kis francia tudással megspékelve teljesen lehet értelmezni az akkori szövegeket. Ugye ez az az időszak, amikor megtörténik, hogy egy Maimonides nevű hatalmas zsidó tudós például arab betűkkel, de az ottani ladino nyelven írja a munkáit, tehát ez tényleg a teljes keveredés időszaka, de ugyanakkor folyamatosak ezek között a kultúrák között a a viaskodások és a szó szoros értelmében is, meg átvitt kulturális értelemben is. Ez valahol a gyerekkortörténetben is akkoriban lecsapódott. A Siete Partidas, ugye a 7 részre osztott nagy törvénykönyve Bölcs Alfonznak, ez az előbb említett Izidorus-féle etimológiákhoz hasonlóan nagyon bőséges anyag, ez az a joganyag, amitől tulajdonképpen, mint alap, mondhatjuk talán, hogy a mai napig nem tért el Spanyolország át, persze bizonyos értelemben igen, de ez mondjuk még annál is sokkal jelentősebb, mint a Verbőci-féle törvénygyűjtemény volt az újkori Magyarországon. Ez a 7 részre tagolt törvénykönyv nagyon sokat foglalkozik a gyermeki életkor szakaszaival, a különböző gyermekkor életkori szakaszokhoz tartozó elnevezésekkel, és ez egy olyan precíz, tényleg ilyen finom hangolt dolog a 13. század vonatkozásában, amivel nem nagyon lehet más kultúrkörben találkozni. Tehát, hogy szinte évenként más és más a gyereknek a megnevezése törvényi szempontból, mert nagyon pontossá akarják tenni, hogy kinek milyen jogai vannak, pontosan mikor, mivel tartozik, hogy hol tart a nevelése. Csak zárójelben jegyzem meg, például ebben a törvénykönyvben az volt, hogy 12 éves korig tart a lányok gyerekkora, és 14 éves korig a fiúké. Ugye ezzel azt a határt húzták meg, hogy akkortól kezdve házasodhatnak, akár szülői beleegyezés nélkül is. De hát ez annyira talán nem meglepő, így volt ez még mondjuk, nem tudom, Bél Mátyás idején Magyarországon is. Úgy gúnyolták akkoriban mondjuk a magyarok a hazai németséget, hogy nagyon lemaradottak, mert csak 13 éves korban adják férjhez a lányokat, a magyarok meg már bezzeg 12 évesen elkelnek. A Kántigász című dal gyűjtemény, amit X. Bölcs Alfonz, hát nyilván segítőkkel, de azért mégis ezt az ő nevéhez kapcsoljuk, rögzített. Ez egy gágyékó nyelvű gyűjtemény, ugye inkább a portugál nyelvhez áll ez közel. Ebben rengeteg dal kottával került lejegyzésre, gyönyörű illusztrációkkal. Ezt mondják a spanyol irodalom megszületésének, ami kicsit ilyen ellentmondás, hiszen gallégo és nem castellano nyelven íródott. Ebben az anya-gyermek kapcsolatról a beteg gyermek vagy a halott gyermek miatt érzett fájdalom, gondoskodás, ilyenekről lehet olvasni. És különösen sok dal szól a gyermektelen házaspároknak a keserveiről ebben a dalgyűjteményben. Most egy jó nagyot ugrok előre az időben, és itt a második, egyben utolsó térkép, amit vetítenék. Ugye a 15. század végére nagyon jelentősen megváltozott az ibériai félsziget képe. Egyrészt rákerült, ha az előző térképre visszaemlékeznek, ott ilyen narancssárgás színnel Portugália, először hercegség, aztán királyság. Ugye ott van Aragónia, padlizsálila színnel, aztán ott fönt akkor Navarra, de újabban inkább azt mondanánk, hogy ugye a baszkföldi rész, és hát lent az az icipicike még 1492 előtt az, ami megmaradt a muszlim uralomból, akkor még a Granadai Királyság, ugye ezt a sárga szint lenyomják egészen Észak-Afrikáig 1492-ben a katolikus királyok. Ezt a térképet azért hoztam el, mert ugye általában a spanyol történelem, de szerintem akár konkrétan a gyerekkor történet vonatkozásában is van annak jelentősége, hogy ez a térkép, a sárga szint levéve gyakorlatilag most is ilyen, csak ugye most már Katalóniáról beszélünk, meg Baszkföldről, de hogy nagyon megvannak a mostani különböző és mondjuk EU ellenes törekvéseknek, vagy részben ilyen törekvéseknek nagyon is megvannak a történeti, területi, politikai és egyéb gyökerei, ugye nyelvi határokat is jelölnek ezek a területek. Tehát a 15. században minden megváltozik, mert a muszlimokat kiszorítják. Ugye 10 meg 10 000 számra átkeresztelkednek, mint moriszkók élnek tovább a félszigeten. 1492-ben más dolgok is történnek még. Ugye egyrészt elindul Kolumbusz, fölfedez valamit, amiről azt sem tudja, mi az, majd később megtitulálják, és Amerikának, először egyébként új Spanyolországnak nevezik. 1492-ben az is történik, aminek szintén évszázadokig, máig tartó hatása van, hogy nem csupán a muszlimokat, hanem a zsidókat is kiszorítják. Előbb Spanyolország, aztán Portugália területéről. Ennek azért van most az előadás szempontjából jelentősége, mert ugyan a szülei átkeresztelkedett zsidó emberek voltak, és Juan Luis Vives már kereszténynek született és megkeresztelték, de az ő élete éppenséggel úgy telt, abszolút mindezek fényében, amiről beszéltem, hogy miután az 1500-as évek elején a nagyon kegyetlen spanyol inkvizíció még elhalt, és ahogy mondtam, átkeresztelkedett szüleinek a csontjait is kihantolta, és mágián megégette. Tehát ezek után ez a bizonyos Juan Vives, aki szerintem a gyermekkor történet szempontjából egy óriás volt. Akkor ő elhagyta az eredeti szülővárosát, Valenciát, ahol tényleg csak nem 20-21 néhány évét eltöltötte, és Németalföldre ment, ugye a mai Belgium területére, illetve meghívták 8. Henrik udvarába. Ez még az az időszak az 1500-as évek elején, amikor 8. Henriknek éppenséggel az első felesége reménykedik a szebb jövőben, ugye aragóniai Katalin, és aragóniai Katalin mellé hívták meg Vives-t irodalmi titkárnak, latin nyelvű levelező segédnek, vagy nem tudom, hogy lehet mondani. Oxfordban, a Corpus Christi kápolnában tanított még minden mellett Vives. Voltak olyan túráim az elmúlt években, mert egyszerűen rajongok Vivesért, ezt gondolom itt most rögtön kiderült. Voltak olyan túráim, amikor így Vives nyomában egyrészt bejártam a valenciai helyeket, ott sokra nem jutottam, mert nem áll már az a ház, nem áll már az az iskola, ahova járt, az egész utca eltűnt. Egyébként Béke utcában lakott, de hát a Béke utcáknak a sorsa általában az, hogy lerombolják őket. Ez Valenciában is így történt. Oxfordban például éppen elmúlt nyáron jártam ebben a Corpus Christi nevű college-ban. Tényleg úgy éreztem, hogy Vives léptei nyomában vagyok, még Brüssz hátra van, aki szeretne csatlakozni, nyáron szeretnék elmenni. Tehát Vives egyrészt megírta a Keresztény nő neveléséről című munkáját, ezt kifejezetten 8. Henrik első felesége aragóniai Katalin kérésére és számára, amikor megszületett első Tudor Mária, aki később, mint véreskezű Mária híresült el, de ez nem róható föl Vives számlájára. A Tanulmányok rendszeréről című munkája egy másik fantasztikus műve az 1500-as évekből. Ezt egy olyan nagy összegzésnek szánta, aminek nagyon sok köze van szintén a gyermekkor történethez, mert ebben arról írt, hogy egészen a születéstől kezdve, de aztán főleg az iskolás évek alatt, hogy mi mindent kell tanulni, és milyen módszerekkel kell a gyermekeket tanítani. Ezekkel a műveivel is Vivesnek ugyanúgy jártam, mint a Tufail féle 12. századi művel, hogy amikor 1992-ben madridi féléves ösztöndíjam alatt kiválasztottam a számomra a legismeretlenebb címűnek tűnő kurzust, ez volt a kurzus címe, hogy 500 éve született a pedagógia Kolumbusza. Ugye azt tudtam, Kolumbusz meg 92 persze, de ki lehetett, aki 500 éve született. Én akkor már 3 vagy 4 évet tanítottam a Pécsi Egyetemen a neveléstörténetet, de én bevallom, Vivesről nem hallottam, ez teljes mértékben az én hibám volt, ez nyilvánvaló. Na és ott Spanyolországban, spanyol nyelven, illetve részben latinul bizonyos szövegrészekkel dolgoztunk, mindegyik művét elolvastam, és ugye ez is már 1935-ben Erdélyben Kézdivásárhelyen kiadásra került, lefordította egy ottani nagyszerű latin középiskolai tanár. Hogy mi az, ami például így gyermekkor, gyermekkultúra szempontjából ebben a művében benne van, teljesen végig ezt hangsúlyozza minden írásában, hogy a gyermekkorban a gyerekeknek boldogoknak is kell lenniük, és ennek érdekében például kell hagyni őket játszani, kell, hogy érdekes legyen a tanítási mód. Persze tudjuk, ez úgyis benne van már a humanizmus, a reneszánszkori nevelésnek a szellemiségében, tehát ebben önmagában nem sok új van, hogy a gyermekek emlékezetére ugyan nagy gondot kell fordítani, de ahogyan mondjuk Erasmus is írta több, ma már magyarul is így úgy elérhető műveiben, hogy nagyon sok feladattal, érdekes tanítási móddal kell eljárni, hogy tényleg a gyerekek ne unják a tanulást, hogy ne utáljanak az iskolába járni, hanem az egészet szeressék. Hogy miért mondtam, amikor itt tényleg sorolom a neveket, hogy kik ugyan ebben az időszakban hasonlóakat írtak, hogy miért mondtam mégis, hogy ez a Vives nevű nagyszerű humanista valami extra módon hozzájárult ahhoz, hogy a koraújkori, a 16. századi gyermekkortörténetet megismerjük. Az ennek a könyvének köszönhető, ennek bezzeg magyar fordítása nincsen, pedig szinte a világ minden nyelvére lefordították. Ez egy másik ilyen kedvenc vadászterületem, hogy Vives latin dialógus gyűjteményének a fordításait keresem. Nekem 10-valahányféle fordítás van meg otthon a polcomon, és ezek alapján már így évek óta készítem is, latinnal összevetve vagy vetegetve, de nem vagyok sajnos jó latinos, tehát készítem már a magyar fordítást. Azt hiszem, ez az a kategória, ami így az én kezem alól sosem fog elkészülni, mindig valami közbe jön. De azért egy-két dologgal elkészültem már, és egészen páratlan forrásról van tehát szó, egy-két részletét hadd olvassam fel ennek a dialógus gyűjteménynek. Tehát Vives úgy volt ezzel, és Erasmusszal több mint 300 levelet váltott, nagyjából sokszor ez volt a témájuk, hogy hogyan kell a latin nyelvet érdekesen tanítani. Tehát Vives úgy gondolta, hogy a gyerekek szintjére kell menni a nyelvkönyvvel, vagyis olyan témákról kell szólni a könyveknek, amely témák a gyerekeket érdeklik, amely témák őket a mindennapjaikban körbeveszik. Például arról kell szólnia, tehát az 1500-as évek elején egy nyelvkönyvnek szerinte, hogy a gyerekek nem szeretnek iskolába járni. Ezt egyszerűen be kell vallani, nincs olyan idő, amikor szerettek volna oda járni, hát egy-két ritka kivételtől eltekintve, de ők sem mondanak igazat. Tehát Vives úgy gondolta, hogy ezt kell belevenni a latin könyvbe. Így kell indítani egy adott dialógust, hogy miért gondolják, hogy ez az a hely, ahol jó lesz nekünk. Benne van a nevében, hogy ludus, mégse játszani lehet ott, csak mindenfélével gyötörnek. Tehát ilyenek az olvasmányok. Amiből én most szeretnék egy rövid részt olvasni, az a gyerek játékokkal kapcsolatos, hogy miközben hazafelé mennek a gyerekek, akkor hogy milyen dolgokat játszanak, mert ezt is Vives leírta, véletlenül meg hát tudhatóan is a saját valenciai gyerekkori élményei alapján. Tehát mennek hazafelé az iskolából a gyerekek, a neveik azok régi latin nevek természetesen. Így beszélgetnek, tehát ez az egész könyv ilyen dialógusokból áll. Jókor megjöttél, Tulliolus, nincs kedved játszani? Nincs, majd később. Mi van a kezedben? Ismételni való, a tanár adta, hogy tanuljam meg kívülről. Jé, mi ez? Milyen jelek? Jé, festett hangyák. Anyám, mennyi festett hangyát és szúnyogot hoz Tulliolus ebben a könyvben? Hallgass, bolond, ezek nem hangyák, hanem betűk. Betűk? És hogy hívják ezt az elsőt? Ó, és miért az ó az első, és nem ez a másik? Há, miért vagy te Corneliolus, és nem Tulliolus? Mert így hívnak. Látod, bolond, a betűkkel is ez pontosan ugyanígy van. Így hívják, és kész. Most már tényleg menjünk játszani. Rendben, mondja a jó gyerek. Itt van az ABC-s könyvem és a palavesszőm, ide leteszem. Amúgy az utcán vannak, egy adott valenciai utcán. Ide teszem, hogyha valaki hozzányúl ezekhez, akkor az anyukám megveri. Ugye, anyám? Most én, mint anya, de nincs az az anya, aki megneverni, akit a fia akar, hogy megverje. Igen, igen, kisfiam, mondja az anya, megverem, valami lesz. Scipio, Lentulius, ők a kisgyerekek, Scipio, Lentulius, gyertek ti is játszani. De mit játszunk? Szerintem gurigassunk diót. Diót? Nálam van pár szem, de mind romlottak belül. Akkor inkább fogadjunk dióhéjba szerintem. Dióhéjba, abban meg mi hasznom? Lehet, hogy nyerek 20-at, de nem lesz belül semmi, amit megehetnék. Én, hogyha játszom, mondja ez az ABC-s könyves jó gyerek, én ha játszom, akkor nem eszek. Hogyha enni akarok valamit, akkor hazamegyek anyámhoz, az anyja ugye az ablakon át néz, hogy kit kell megverni. Ezek a dióhéjak arra viszont jók lehetnek, hogy építsünk házikókat a hangyáknak. Á, szerintem ez nem jó, inkább játszunk páros, páratlan, gombos tükkel. Gombos tükkel? Nehogy, jobb lenne, hogyha csontokat hoznál. Hozzál te, Lentulius, ugye ez a feladatleosztás, a legkisebb hozzon, aki még nem iskolás. Lentuliushoz mit tehet ezek után? Tessék, itt vannak. Fúj, ezek piszkosak, nincsenek eléggé lerágva, rajtuk van a hús. Fúj, ezek nem jók, dobd el, Lentulius. Mikor fordítottam, gondoltam, mindjárt jön, hogy rágd le, Lentulius, de ez nem jött. Na és végül, bocsánat, nem idézek tovább, de ilyen stílusban megy végig. Végül a szíjakba fogadnak, egyrészt nadrág szíjakba, másrészt ugye, amivel az iskolai holmikat összeszíjazták a könyveiket, így hordták azokba a szíjakba, és a másnap reggeli, a reggeli készülődés, ami én örömmel láttam, hogy az 1500-as években sem volt kevésbé neuralgikus, mint 2015-ben állunk minden reggel 7 és 48 között, tehát másnap reggel jelentkezik a probléma, pont az él iskolás gyerek, a stréber, pont ő elveszítette a nadrág szíját, úgyhogy a másnap reggel azzal kezdődik, hogy egy másik szíjjal megverik, hogy hová tette, de teljes egészében mutatja az akkori gyermeki életnek a pillanatait. 49 kiadást élt meg Európában abban az időszakban, alig 100 év alatt ez a latin dialógus gyűjtemény, de ha már Spanyolország gyerekkortörténete, annyit hadd tegyek hozzá, Spanyolországban Rittig és Dafke nem adták ki egészen a 19. századig szinte, hát emiatt, az inkvizíció miatt, hogy egy átkeresztelkedett zsidó szülőktől származó Juan Luis Vives nehogy megszabja az irányt, hogy hogyan kell latint tanítani. Ibn Tufailnál utaltam rá, hogy jön majd a nagy követő, a jezsuita Gracián vagy Graciánus latinosan. Tőle minden ilyen jó idézeteket válogató internetes honlapon csak úgy dőlnek a nagyszerű mondások. Én ezért nem hoztam egyet sem. Az egykori A bírálgató el kritikon című munkájának hoztam, 3 kötetben jelent meg annak idején az egyik első címlapját. Ő ebben szólt ugyanúgy a természetes nevelésről, ahogyan Ibn Tufail, és ahogyan majd az 1700-as években Ruszó és az ő nyomán mások is fognak, hogy nem Tufail, meg nem Gracián lett az ikonikus személy, hanem Ruszó. Ebben valószínűleg sok minden benne van a kor összejátszása, és természetesen az a periférikus, félperiférikus terület, amit maga Spanyolország jelent. De az biztos, hogy a Gracián-féle gondolatokat ismerhették. Mivel jártam Madridban egy felvilágosodás történeti előadásra, és nem mertem kihagyni az ottani, vagy hát az akkori korszaknak az ikonikus személyeit, Sarmiento írt egy kifejezetten a gyermekekről is szóló, nincs ez magyarul, tehát az ifjúság neveléséről című munkát 1768-ban, azon már teljes mértékben a russzói, de hát én mondom, hogy a Gracián-féle hatás is érezhető, és az első pedagógiai gondolkodó nők közül Spanyolországban, itt, akit idéznék, egy szaragoszai születésű Amari Borbón nevű hölgy, aki a lányok neveléséről írt. Én azért nagyon szeretem a munkáit, mert Spanyolországban ő volt az első neveléstörténész, mert ebben a lányok testi és erkölcsi neveléséről írott művében több mint 60. Ő előtte élt olyan szerzőt, nem csak hogy megemlített, hanem így jegyzetteket is készített tulajdonképpen, mindenkit vissza lehet azonosítani, akik már ő előtte Hispánia területén ezzel a kérdéssel, a neveléssel és főleg a lányneveléssel foglalkoztak. A 19. századról csak tényleg egy ilyen nagyon rövidített díja, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés, az nyilván minden gyereknek a spanyol társadalomban az életére valamiféle hatással volt. Az ottani tankötelezettség kimondása az 1857, de mielőtt elkeserednénk, hogy nálunk csak 68, azt el kell mondanom, hogy a 70-es években is még bőven 70-valahány százalék volt az írni-olvasni nem tudó spanyolországi népességnek a száma az ottani összeírások szerint. Az óvodáztatásban meg még nem is kell egy pillanatig sem restelkednünk, 1838-ban hozta létre Pablo Montesino az első óvodát Madridban, és utána úgy néhány tucatnyi lett még, de szinte nem volt több a sokkal nagyobb Spanyolország területén, mint amennyi Magyarországban az adott időszakban. A gyermekgyógyászat fejlődése, járványok leküzdése, különböző kiadványok a gyerekeknek, ezek mind-mind jelzik, hogy a gyermekekről való gondolkodás, a gyermekkultúra mint olyan változott, és a gyermekmunka elleni fellépés is igencsak időszerű volt már például az észak-spanyolországi bánya vidékeken, ahol általában a szenet, vagy hát gyerekek is hordták a szenet ebben az időben. Itt végül is nem egy régi gyerekfolyóirat, hanem egy mesekönyvnek a címlapját tettem ide, a királyasszonynak a fánkjai címet viselte ez a mesegyűjtemény, nem ismerem, de majd meg fogom keresni. A 20. század, hogy a gyermek évszázada volt, ez ott legalább annyira kérdéses, mint a világ bármely részén, beleértve Magyarországot is. Sok minden történt, én itt a pozitív dolgokat emeltem ki, de lehetne nyugodtan negatívumokkal is folytatni a sort. Az életreform mozgalmak, főleg Barcelonában vagy tágabban Katalóniában megjelentek, Madridot és környékét ez nem annyira érintette meg. Nagyon emlékezetes nekem, amikor évekkel ezelőtt Rencsényi professzor úrnak egyik írásában olvastam, hogy a spanyol meg az olasz reformpedagógiákról is már éppen ideje volna beszélni. Hát én most nem fogok, de legalább így említés szintjén ezt kihagyni sem mertem volna. Tehát ez a Ferrer Guardiola, az a liberális gondolkodó, aki Barcelonában 1901-ben megszervezte az új iskolát, ő is a New School mozgalomhoz kapcsolatban így nevezte, tehát ő biztosan, mint nagyon sokat publikáló ember is nagyon sokat tett azért, hogy a gyermekekkel, a gyerekek nevelésével kapcsolatos gondolkodás megváltozzon. A gyermeki jogok, a gyermeki lélekről, ugye a pszichológia, mint új tudomány, itt beúszik a pedagógia vizei mellé, ugye a pedagógia vizein, tehát ezek nagyon fontos tények. Azért zárnám így a nagy személyek, meg fontos művek bemutatásának sorát Unamunóval, mert mivel nagyon sokszor voltam Szalamankában, ezért ott az ő történelmi szerepéről nem lehet nem tudni. Kurzusra is jártam, ahol a 98-as nemzedékkel együtt, illetve hát részben amellett Unamunónak az életművét elemeztük. Van például egy fantasztikus, az 1930-as években írott, a saját gyerek és ifjúkoráról szóló memoárja, ez egy jó terjedelmes munka, magyarul nem olvasható, ahol ő azt írta le, hogy a 19. század legvégén milyen játékokat játszottak a spanyolországi gyerekek, hogy milyen fegyelmezési módszerek voltak divatban, és egyebek. Ahogyan illusztrációkat válogattam az előzőekben elmondottakhoz, minden fölmerült bennem, amit valaha a spanyolországi múzeumokban láttam, kifejezetten gyűjtöm saját fotóimon is az ottani gyerekeket, vagy nőket ábrázoló műalkotásokat. Fölmerült bennem egyetemista éveimből az a feladat, amikor Zimányi Vera professzornőnél az én feladatom az volt, hogy mutassam be az újkori festészetet egy referátumban. Ebből egy 3 teljes órát betöltő referátumom sikeredett, és ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert alapvetően meghatározta, nem tudom, életem alakulását, mert Zimányi tanárnő utána szólt nekem, hogy szerint egy velem valamit érdemes volna kezdeni, hát ez lett belőle. Tehát fontosnak tartottam, és olyan értelemben is, hogy mostanában ugye ez a visual turn, a képi fordulat, ez a nevelés történet, a gyerekség történet vonatkozásában is egyre jobban napirenden van. Ahogyha a témákat nézzük, ugye az előbb már egy ilyen témafelsorolást az előadásom elején nyújtottam. Hogyha a képeket is ehhez veszünk, akkor tulajdonképpen ismételhetem, amit ott is már elmondtam, hogy a szegény gyerekek, a játszadozó gyerekek, az éppen megszületett vagy éppen meghalt gyermekeknek az ábrázolása. Ez utóbbihoz kapcsolódóan hadd mondjam, hogy nem hoztam olyan ábrázolásokat a spanyol gyerekkor történetéből, ahol elhalt gyerekeket ábrázolnak, de amikor egy ezzel kapcsolatos kiállítási katalógusra rábukkantam az elektronikus környezetben, a világhálón, akkor én annyira hatás alá kerültem, hogy 2 napon át ezt nézegettem. De Spanyolországban talán kicsit meglepő, vagy kicsit rendhagyó módon kifejezetten kultusza volt annak, hogy a halott gyermeket fényképezték, és a szülők vele együtt fényképezkedtek, és mondjuk a temetésre úgy hívogatták az ismerősöket, hogy a halott kisgyermeknek a színes fotójával, amikor ez már így lehetséges volt, a legelső daguerreotíp technikával készült felvételeknek egy jelentős részén is a spanyol fotótörténetben meghalt kisgyermek látható, de ilyenekből nem hoztam, ezzel a mondattal kívántam csak az itt ülőket rosszabb kedvre deríteni, de mindjárt jönnek jobb képek. Nem akartam nagyon előre haladni az időben, mert ugye a bibliai témájú Jézust, mint gyermeket, tehát nem a gyermeket, hanem Jézust, mint gyermeket ábrázoló műalkotásokból van nyilván nagyon-nagyon sok a középkori spanyol festészetben, vagy éppen egyéb művészeti alkotásokon. Ez a Descalzas Reales nevű múzeumban, Madridban találhatók, és figura, amely nem is egészen biztos, hogy Spanyolországban készült, lehet, hogy úgy került oda, de ma Spanyolországban látható ez. Amikor valaha megláttam Madridban, a múzeumban ezt a tárgyat, akkor így nagyon, nem tudom, a szívemhez nőtt, úgyhogy ezzel kezdeném. Tehát ahogyan látható volt az előző dián is, tehát a gyermeki Jézus ábrázolása az gyakran jelenik meg a művészetben. Ugye, hogyha ikonográfiai, ikonológiai elemzést tennénk, akkor az nagyon-nagyon sokszor látszik, hogy a gyermekre úgy irányította adott festő, mondjuk ebben az esetben Velázquez, a figyelmet, hogy ugye a gyermek középpontban található a képi ábrázolásokon, és valamilyen nagyon világító színnel takarják be, ami hát amúgy is jellemző, hogy gyermekeket fehér vagy világos színű ruhákba öltöztetnek, bugyolálnak. Itt ez ugye egy már az újkorban való festmény, egyértelműen látszik, hogy itt már nem kicsinyített felnőtt ül Mária ölében, hanem egy valóságos gyermek, hogyha még jobban kinagyítanám, már szinte ki is léphetne, és itt beszélgethetnénk vele, olyan nagyon életszerű. Ugyanez a helyzet, hogyha az uralkodói ábrázolásokra gondolunk, ha már Velázquez, akkor ugye nem lehet úgy folytatni, hogy hogy ne ilyeneket is mutassak. Ez természetesen Spanyolországban, vagy Spanyolországban aztán különösképpen kiemelkedő téma a festészetben, hogy hogyan ábrázolták az uralkodó, vagy leendő uralkodónak szánt gyerekeket és felnőtteket. Baltazar Carlos herceget ugye annak idején úgy készítették fel, egyébként 1629-ben született, és már egy-két éves korában is voltak hasonló ábrázolásai. Őt úgy készítették fel, hogy ő lesz a spanyol uralkodó, aki talán majd Károly császárnak a hatalmas birodalmát újra a maga pompájában visszaállítja, tehát ő egész gyerekkorában erre készült. Ezért nem véletlen, hogy lépni sem tudott úgy, hogy valaki ne fesse le. Úgyhogy hát, ha úgy gyorsan pörgetnénk, lehetne ezt ugye ilyen internetes technikával akár megoldani, akkor láthatnánk, hogy szinte hétről hétre hogyan fejlődik. Én nem akartam az összes interneten fölelhető és ollózható képmását elhozni, de azért így néhányat. Tehát voltak olyan szerencsés gyerekek a történelemben, hát ők valóban nem a populáris kultúrához tartozók voltak, akiket így tényleg sorozatosan különböző művészek fényképeztek lovon, ló nélkül, ugye itt egy másik festő, Bautista Mászónak a képe, és ezt egy utolsónak választottam, egyébként utána már nem is élt soká, mert hogy ez a kis koronaherceg, ez az infáns fiúcska egy himlőbetegség nyomán, amikor éppen Barcelonában mutatták be, mint leendő trónörököst, 3 nap leforgása alatt ment el a földi világból, tehát róla nagyon sok festmény maradt, de hát mindegyiken gyermekecske, hiszen nem élte meg valójában a felnőttkort. Ugye itt, mint vadászt ábrázolták, nagyon divat volt az újkorban felnőtt és herceg ábrázolásnál is az ottani uralkodói családban. Ugye ezek azok a képek, meg különösen ez a Margarita infáns nő féle ábrázolás, ami alapján úgy gyakran mondják, írják, vagy illusztrációként ezt bemutatják, hogy ugye, hogy olyan kicsinyített felnőttek voltak a gyerekek. Hát abban az időszakban mindenki gondolja el, hogy mikor egy festő neki látott, és hosszú időn, akár heteken keresztül készített egy ilyen festményt, hát csak nem festhette le mondjuk a leendő uralkodót hátulgombolós képen, amúgy bepisilt kisfiúnak, tehát itt magának a spanyol trónnak a felsőbbrendűségét is hivatottak ezek a képek bemutatni, tehát Margarita ruháján az aranysújtás, meg ez a nagy emelő a szoknyája alatt, ez nem azért van, mintha ő nem játszhatott volna, hiszen mondom, a második Fülöp-féle levelek például mutatják, hogy mi mindennel játszottak a hercegnők és hercegecskék is, hanem egyszerűen ez mint olyan a királyi háznak a pompáját hivatott kifejezni. De hogy ugyanabban az időszakban, szintén ugyanakkor a 17. század közepén vagy első felében mégiscsak a populáris kultúra is megjelenik. Murillo-nak nem csak csodálatos bibliai témájú képei, hanem az életből vett ábrázolásai is teljesen ismertek, és ezeket nagyon sokan elemzik mostanában is a spanyol művészettörténészek közül. Ugye itt két láthatóan teljesen rongyos ruhás fiú éppen eszik, ez ha már gyermekkultúra, gyerekek ruházkodása, hogy egyáltalán mit esznek, ugye, amit találnak, a királyi gyerekek lehet, hogy nem kaptak szőlőt, nehogy fájjon a hasuk, ezt azért mondom, mert vannak ilyen reneszánsz leírások, hogy szőlőből nem szabad sokat enni, mert megfájdulhat az embernek a hasa, ezzel ugye egy utca gyerek nem törődik őrül, hogyha ilyesmit egyáltalán talál, vagy éppen dinnyét. Itt ugyan előkelő gyerekek láthatók, de itt néhány képet Goyától azért választottam, szintén, hogy a gyerekjátékoknak a spanyolországi képi megjelenésére is hozzak egy-két példát. Ugye ez a hólyagot fújó gyerekeknek a képe, már mint ugye a leölt állatnak a hólyagjából fújtak ki a lufiszerűt, még mielőtt föltalálták volna a szintetikus anyagból készült léggömböt, ezt a gyerekek már akkor is megoldották, hogy mit tudnak csinálni igazi léggömbök nélkül. Nagyon szokásos a pamplonai bikafuttatások idején például felnőttek is, ugye nem így, hanem sok-sok felnőtt férfi egymás vállára állva építenek ilyen óriás szobrot, vagy nem tudom micsodát, ezt Spanyolországban én mindig így elborzadva láttam, a gyerekek is szeretik ezt, és ma is játszani. Tehát ennek egy ábrázolása látható, és hogy tényleg még életszerűbb legyen ez a 18. század, fára mászni is szerettek. Ott is a gyerekek már a 18. században is. Itt egy szintén előkelő gyermekecske ábrázolásait megint azért hoztam ide, ezt a képet ettől sem tudtam elszakadni, ugye ez gyermekpiros ruhában címmel fut a magyar művészettörténeti képekben, de hát eredeti címe a gyermeknek a neve. Ugye neki is spanyol szokások szerint annyi neve volt, hogyha beesett volna a vízbe, mint a kínai mesében, mire kihúzzák, ugye elkiabálják, hogy a valaki vízbe esett, és mire minden nevét kimondják, belefullad, ha jól tudom. Ez egy kínai mese, na hát a spanyoloknál ez gyakran történhet. Tehát ez a kisfiú is ahhoz képest, amikor ez a festmény róla 3 éves korában készült, ugye látszik, hogy már alig élt, tehát nagyon gyakori volt a gyermekhalálozás korai kisgyermekkorban az előkelő családok körében is. Ettől a másik oldalon látható kis részletről sem tudtam elszakadni, mikor az interneten rátaláltam. Egy művészettörténész spanyol elemezte, hogy hogyan szerepel minden Goya képen Goyának az aláírása, hogy nem csak úgy alul aláírja, mint ami szokásos, hanem mindig elrejti a képen. Csak ha valaki így nézegeti majd ezt a képet, itt a madár tart a csőrében egy írást, és oda van írva, hogy Goya, hát azt hiszem ez így nem látszik, de interneten például ezt tanulmányozhatta a múzeumban, meg pláne. Nagyot ugorva előre a képek világában is, meg az időben is nagyon sok életképszerű ábrázolás keletkezett a 19. században. Ezek közül választottam egyet-kettőt, Bastidának ez az első gyermek születésével kapcsolatos képeit, megint ugye előkerül, hogy fehérben van a gyermek, a környezete fehér, ez egy ilyen spanyol polgári lakás belsőt ábrázoló kép, ugye, hogy mit kezdhet ezzel a gyermekkultúra iránt érdeklődő kutató, hát nyilván elemezheti, hogy milyen holmik vették körül az éppen megszületett babát, hogy milyen ruhákba öltöztették és egyebek, vagy hogy mit lehet kezdeni egy ilyen kis természetbúvárok féle képpel. Arandának a képéről van szó, ugye akkor is szerettek kavicsok között kotorászni a gyerekek, bogarakat nézegetni és egyebek. Most ez mindenki látja, hogy érzi, ez messze áll a valódi ikonográfiai elemzéstől, ez tényleg inkább csak mint illusztráció szerepel az előadásom végén. Itt azt hiszem nagy messzességből sem látszik a képnek legintimebb pillanata ott, aki kék szoknyácskában hasal, azon a kislányon alsó nemű nincs, úgyhogy hát ez is hozzátartozik a realista ábrázoláshoz abban az időszakban. Szevélyai srácok meg ugye mi másról nézegetnének éppen egy hirdetményt, mint a Bika viadalról. Nagyon nehéz ez a spanyoloknak, ma is ilyen EU-konform előírások szerint, hogy a bikákat ne öldössék. Egyszer voltam majdnem életemben Bika viadalon, de nem mentem el, mert rájöttem, hogy a szól és szombra mit jelent. Én a szólra kaptam egy ajándékjegyet, ugye az, ahol a nappal szemben kell állni. És ezt én nem vállaltam, amikor rájöttem, hogy nem az árnyékos helyről nézhetem a Bika viadalt. Az hosszú évek óta az első olyan Bika viadal volt, egyébként nem Sevillában, hanem Valenciában a 90-es évek elején, ahol nem a bika veszített a korridában, hanem a bika ölte meg a toreadort. Hát ezt hagytam ki. Jó pillanatokat ugye el tudom kapni, tudtam, mikor kell kihagyni, életem egyetlen igazi lehetőségét, hogy ilyet nézzek. Tehát a szevélyai rongyos ruhás srácok, és nyilván szevélyai utca emberét, vagy utca gyermekét jelenítik meg. Ez talán a legfontosabb spanyolországi kép a gyermekkor történet vonatkozásában, mégpedig amiatt, mert most újabban a 3D művészeti alkotásokkal foglalkozó művészek fölkapták ezt a képet, és ennek elkészítették valódi 3D mindenféle változatait. Egész sorozat olyan fotó van például a világhálón, ahol mostani gyerekek hasonló ruhába öltözve másznak ki egy képkeretből, és szinte versenyt folytatnak azzal kapcsolatban, hogy ki hasonlít a legjobban Borrell de Cászó eredeti képéhez. Talán itt is látszik az, ami életben, ha nézzük a képet, még jobban kijön, hogy rendkívül ilyen riadt ez a fiú. Ugye ez hát nyilván egy szimbolikus ábrázolás, de azért gondoltam ebből a sűrűjéből is hozok egy-két képet, hogy a gyerek bántalmazása, a gyerekek nagyon szigorú fegyelmezése, ahogyan mondjuk Unamuno is a saját memoárjában leírta, ez nagyon is dívott a 19. századi, sőt a 20. századi Spanyolországban is. Ennek egy másik, és ez egy ilyen újságból vett képe, ugye ilyen volt 1884-ben egy büntetőpad, ahol az iskolában a rossz gyerekek ültek. Mivel még ebben az időben sem volt annyira szokásos Spanyolországban, hogy sok gyerek lett volna az iskolában, egyszerűen nem lehetett semmilyen törvényekkel nagy számban őket oda beterelni. Ezért, hogyha megnézzük, hogy itt 6 vagy 7 rossz gyerek is van, Nagyjából mindenki rossz volt, úgy tűnik, mert ugye a jókról amúgy meg nem is szól a fáma. Igazából nem, ha belegondolunk, ilyen 21. századi szemmel jobban megérte rossznak lenni, mert őket lerajzolták az újságban, nem? A jókról meg nem maradt semmi, legfeljebb a jó bizonyítványuk az meg azóta már a padláson elkallódott. Tehát, hogy ilyen volt mondjuk egy büntetőpad. A szegény elhagyott gyerekeknek az állandó ábrázolása az a 19. századi festészetnek már témája, itt éppenséggel a piros szín az, ami mondjuk, ha valóban komolyan elemeznénk ikonográfiai szempontból, ami ugye nagyon szembetűnő, az ugyan a sáljuk, vagy kendőcskéjük, de hát nyilvánvalóan ez azt a véresen komoly helyzetet szó szerint, vagy áttételesen is kifejezi, hogy milyen nagy veszedelemnek vannak kitéve az ilyen elhagyott szegény gyerekek. Megjegyzem, már a legrégebbi középkori időktől kezdve Spanyolországban próbáltak gondoskodni az ilyen gyerekekről, kevésbé járva házakban, vagy nem is az egyház kötelékéhez tartozóan, hanem sokkal inkább hadseregszervezési szempontokból. Sokszor volt szerencsém Cadizban járni, és Cadizban egész levéltárnyi iratanyag van arról, hogy az 1600-as évektől az elhagyott kitett gyerekeket hogyan gyűjtötték össze, hogy a Cadizi hajóhadnak fölneveljék, mint leendő kis matrózokat, tengerészeket. Hát ez eleve is a spanyoloknál, portugáloknál mindenhol visszaköszön ez a tenger felé fordulás. Ott nem úgy kezdődnek a mesék, hogy egyszer volt, hol nem volt, hanem úgy kezdődik, hogy volt egyszer egy kis tengerész, vagy valaki egyszer elindult a tenger felé. A spanyol óvodásoknak egy fotóját, ezt az itteni kollégák és kedves diákok miatt hoztam. Ez egy Zaragoza melletti kis falunak 1933-as óvodai képe. Az egy óvónőhöz, aki ugye látszik a kép közepén, ennyi kisgyerek tartozott. Ez teljesen bevett dolog volt a 20. század elején Spanyolországban. Ezt a képet inkább oda a padban büntetett gyerekek mögé kellett volna sorakoztatnom. Ugye ez egy olyan fotó Guadalajara városában, pontosan tudjuk, hogy 1950-ben kapta valaki lencse végre. Ugye ez egy ilyen gyerekmegőrző, vagy akár büntetése szolgáló valami volt. Ugye ezzel lehetett a gyereket arrébb mozdítani, és ott letenni, ahol éppen a felnőttnek jó volt, ebből nem tudott kimászni, ebben kellett, hogy álljon, egyszer még gondolták, hogy erősítik is, rengeteg ilyen szerkezetről maradtak képek és tárgyi emlékek. És most hatalmas, nagyot ugorva az időben és így az előadás végéhez közeledve, 1969 és 2009 került ezen a fotón ábrázolásra. Ez különböző nyelveken hasonló karikatúrák megjelentek, például az antipedagógiáról szóló műveknél ezeket gyakran idézik. Ugye, hogy mi az, amiben a gyermekszemlélet, gyermekkultúra is megváltozott. 1969-ben a szülők, hogyha a gyermekük rossz bizonyítványt hozott, akkor a gyermekre förmedtek, hogy miféle jegyek ezek. 2009-ben vagy 2015-ben a helyzet az, hogy a pedagógusra förmednek, hogy miféle jegyek ezek, hiszen ma már egészen más ezzel kapcsolatosan a szemlélet. Tehát ma, ha valaki hibázik, az a pedagógus, a gyermekek ártatlanok ebben a dologban, hát legalábbis a karikatúra készítője szerint. Most amiben így összegezni szeretném ezt sok mindent, amit itt elővezettem, és hát láthatóan még holnap utánig is szívesen mondanám, hogy mi is az, ami a spanyol írott és képi források alapján így nekem nagyon szembetűnő a kutatásaim mentén. Egyrészt az a végtelen forrásgazdagság, ami található természetesen az Ibériai félszigeten is, a különböző kultúrák együttélésének mindenféle eredményei, és hát természetesen az is, hogy az itt említett források közül több volt annyira eredeti és olyan úttörő jelentőségű, amit itt talán föl sem tudunk becsülni Európának erről a másik szegletéről nézve. Nagyon fontosak az ikonográfiai ábrázolások is, ebből tényleg csak egy ilyen színes csokorra valót az elemzés mélyebb igénye nélkül nyújtottam át, ez talán lehet újabb kutatások témája, és azt gondolom, amit már régen is gondoltam, hogy helye van annak, amit idézőjelben nevezhetünk spanyolországinak, helye van annak a neveléstörténet, a gyermekkortörténet kutatásában. Remélem, hogy ezzel most itt sokakat tudtam újabb kutatásokra inspirálni, és az előbb említett Miguel Unamunónak egyik munkájából való idézettel zárnám ezt az előadást. aki azt írta az 1910-20-as években, ezt bevallom, hogy két különböző írásából olloztam össze, ami forrástanilag teljesen helytelen, de talán mint ilyen álmotó lehetséges. Egyik írásában azt írta, hogy a gyermek a végtelenségben és az örökké valóságban él, és ehhez így nagyon rokonnak éreztem azt a kicsit későbbi általa leírt gondolatot, hogy és minden gyermekben megvan a világ teljes megújításának a lehetősége. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket!